A magyarországi Krisna tudatú hívők közössége évente 200 ezer adag ételt osz szét, az ételt az Életért missziója keretében. Többnyire a fővárosban rendeznek ételosztást, de időnként vidékre is visznek ebédet és alapvető élelmiszereket tartalmazó segélycsomagokat. 2014 tavaszán Eger környéki településeket választottak ki. Két századnak ebédhez és ugyanennyi élelmiszercsomag összeállításához vásárol Ferenc, úgyhogy jó hosszú a bevásárló listája. Ebben a nagyon korszerű csillaghegyi konyhában minden nap 1500 személyre főznek. Most egy 200 fős extra ebéd is készül. Bableves. Az elkészült ételt először Krisnának ajánlják fel. Az első állomás a 3000 lakosú Kerecsend. Itt 150 család kap ebédet és élelmiszercsomagot. Bent pedig lesz egy kisebb program gyerekeknek. Jött egy bűvész úr is, aki majd remélem, hogy sikerül mosolycsalni a gyerekeknek az arcára, és lesz egy kis arcfestés, kifestők, és közben még zenélni is fogunk, úgyhogy kérem, hogy érezzék jól magukat, és fogadják el ezt a kis ajándékot tőlünk. Köszönjük! Mondja a többi nevet, drága! Sándorné, oké, rendben van. Köszönöm szépen! Varga Dorné. Rendben van, mehet, kész van, jó, mehet, gyönyörű. Cserépvár aljára nagyon rossz út vezet. Ez az 500 lelkes falu a segélyfuvar következő állomása. Főleg idős, szegény emberek laknak itt.